Jó reggelt kívánok! November 28-a van reggel 7 óra. 1 fok a levegő hőmérséklete. Itt vagyok a Szolnokon, a Tisza-Szolnoki részénél. Az évben az utolsó csónakos horgászatomat fogom megejteni. Hoztam csalihalat, próbálok majd süllőt fogni, de egy bottal békés halra is megpróbálok horgászni. Hát, ha sikerül egy pár keszeget, vagy esetleg pontyot horogra csalnom. Nem a megszokott irányba fogok felfelé menni a folyón a szokásos helyeimre, hanem kaptam püles pár embertől horgászboltba is, illetve egy-két sporitól, hogy lefele a Szent István híd környékén még most is fogdostak a héten pontyokat, elég szép számban, a nemrég telepítettekből, úgyhogy megpróbálok azokból majd kihalászni egyet-kettőt, hogyha sikerül. Víz elég csöndesnek tűnik. Rajtam kívül eddig még horgász nem nagyon láttam, se ahogy jöttem végig a partfalon, se kinn a stégeken, se csónakkal a vizen. Enyhén szitál a köd. Úgyhogy tartunk lefele, csurgok szépen lassan a horgászhelyre. Közben megérkeztem a kiszemelt horgászhelyre. Itt láttam halmozgást most, hogy jöttem csónakkal. Egy-két ugrás, meg rablást is, hát megpróbálom, hát ha. Úgy látom, ez egy pancser peca lesz a részemről, megjöttem, kiválasztottam a helyet, csaliznám föl a keszegező pontyozó felszerelésemet, és a kocsiba felejtettem a csontit, a gilisztát, a kukoricát, az etetőanyagot, amit a mai horgászatra hoztam. Úgyhogy, de ha már úgy vissza kell mennem érte, sajnos, sőt, mivel nem hoztam még lekötőt magamnak, horgonyt, ezért ehhez a fához tudtam magamat kikötni, egy kis kötéldarabbal. De ha már itt vagyok, akkor úgy döntöttem, hogy legalább süllőzőt bevetem, megpróbálom, hát ha esetleg arra jön majd valami. Várok egy 20 perc, fél órát, ha nincs semmi jelentkező, akkor szépen behúzom a szereléket a vízből, eloldozom magamat a fától, és visszamegyek a csónak kikötőig. Fölsétálok a kocsiba a csalikért, bepakolom, és újra kezdem a horgászatot. Na, sikeresen visszaértem a csalikkal. Kicsit előrébb álltam meg ott a Szent István híd látható a háttérben. Az előbb ott voltam pont majdnem alá híd lábánál, jobb oldalra kötöttem ki magamat. Most visszafelé, hogy jöttem, találtam itt ezt a kis langósabb részt, itt elég mély a víz, ilyen 5 körüli víz lehet, 4-5 körüli víz. Ott egy kicsit kisebb volt, úgyhogy gondoltam, megpróbálom itt a mélyebb vízen, már be is szórtam egy pár gombócetetőkaját, benn van mind a két szerelékem. A baloldali kis 270-es pikkeremen csonti csokor van fönt, etetőkosára, a jobb oldali Jig 270-es botom pedig élő kishal van fönt, fenékre rakva, süllőre várva, vagy hát valamilyen ragadozóra. Remélem, hogy valamit sikerül majd fognom, hogyha igen, akkor jelentkezem.